10 bográcsban készültek az ételek a Gyulai Gazdaudvarban, ahol Balogh Lajos képviselő és segítői közös összefogással készítették el az adományételeket. A levesek mellett paprikás, krumpli, halászlé és székelykáposzta is készült. Az adományok sora azonban nem merült ki csupán a gasztronómiában, hanem ruha és édesség is gazdára talált. A szervezők szerint nagyon fontos, hogy odafigyeljünk azokra, akik a leglászorultabbak, de nem csak az ünnepi időszakban. Nem csak az ünnepek alkalmával osztok ételt a szegényeknek, hanem úgy gondolom, hogy időnként az átmeneti időkbe is kell adni. Az elmúlt időszakban ugye rettentő nagy tél volt, elhúzott így április közepéig. Most ebből kifolyólag megterveztük azt, hogy legyen itt április vége fele is egy ilyen ételosztás, emiatt rendeztük ezt most meg, de az ételosztások fognak folytatódni az év elkövetkező időszakaiba is. A szervezőkkel jó kapcsolatot ápoló dombilatisi polgármester személyesen vett részt a főzési munkálatokban, és ahogy fogalmazott, a jó példát otthon is tovább viszik majd. Dombilatoson úgy szoktuk, hogy ételek, tehát hogy főzőversenyt rendezünk, amiben mi adjuk az alapanyagot, de majd most itt, hogy összeismerkedtem velük, aztán majd fognak jönni hozzánk is ilyen ingyenes ételkímélésre. Az eseményen képviseltette magát egy orosházi civil egyesület, akik már komoly múlttal rendelkeznek a hasonló karitatív megmozdulásokon, és az itteni szervezők hívószavára azonnal igent mondtak. Mi már nagyon-nagyon sok ételosztáson részt vettünk, holnap után például Békés Csabán leszünk, utána szintén Békés Csabán jövő héten Vásárhelyen, tehát az ételosztás őszinte szívvel egyesült egy nagyon komoly múlttal rendelkezik, ami évente 80-85 ezer adag étellel rendelkezik osztás terén. A szervezők a következő hasonló ételosztást a nyár elejére tervezik, előtte azonban még egy majálist is beütemeznek a gazdáknak.